A környezetkultúra része az a látszólag apró újdonság is, amelyel Katona Ágnes találkozott. Uránvárosban a Mecsek áruházzal szemben a régi újságos bódé helyett új pavilon áll. Mint megtudtuk, a Pécsi Postai Igazgatóság műszaki kollektívája tervezte, és a Pécsi Építőipari Szövetkezet gyártotta le azt az 5 darabos mintakollekciót, amelyekkel a most már nap mint nap találkozhatunk majd a pécsi utcákon. Mi azt kérdeztük, hogy tetszik. Hogy tetszik az új hírlapárusító pavilon? Hát én szerintem valahogy nem, ebben környezetben nem valami jó. Hogy tudná elképzelni? Nem ilyen magas tetővel, ez egy parkban lenne jó én szerintem, nem ezekhez a téglaépületekhez. Csókolom, ne tessék haragudni egy pillanatra. Hogy tetszik az új hírlapárusító pavilon? Ó, nem is tudom, melyikről van szó. Erről a vadonatújról. Hát nem is tudtam, hogy most van. Eddig is ide tetszett járni? Nem, én csak most alkalmilag vettem. És egy most hirtelen megnézi, milyen? Nagyon csinos, nagyon szép. Mióta állít ez a hírlapárusító bódé? Hát nem tudom. Egy hete. Több, mint egy hete. És hogy tetszik? Hát szép, mivel hogy az nem valami szép. Az a régebbi az már megszokott volt, aztán most ez az új, az örülünk neki nagyon. És vásároltatok már újságot? Igen. És nagyobb a választék? Sokkal, mivel hogy nagyobb a bódé is. Jó napot kívánok! Hogy érzi magát az új pavilonban? Magunkat. Köszönöm, nagyon jól érezzük magunkat. Meleg van? Meleg is, kellemes és tágas, ami nagyon fontos, mert nagyon sok anyag van, és nagyon kicsi volt a másik pavilon. Több hírlapot is tud árulni most? Igen. Kapunk is sokat, sok új áru jön, és nagyon jó. Nagyon örülünk neki, hogy végre már egy ilyen nagy, tágas pavilonhoz jutottunk.